Ez a hatalmas tér és ezzel a hatalmas nagy palotával Stuttgart főterének számít, a város pedig Baden-Württemberg tartomány fővárosa, a német borvidék legnagyobbja, jelképe a ló, az ország legélhetőbb városa címet kapta, itt van a világ első tévétornya és a podgyász ma innen jelentkezik, úgyhogy tartsanak velünk, mutatjuk a város érdekességeit. Budapest-Stuttgart repülővel 1 óra 20 perc. Persze a Németország délnyugati részében fekvő városba kocsival is el lehet jutni. Ez a majd 900 km hosszú út 9 óra alatt teljesíthető is, főleg autópályán. Euró a hivatalos pénznem itt is. Az unió által elfogadott Covid-oltásokból minimum 2 kérnek a beutazáshoz, vagy friss, negatív PCR-tesztet. Maszkot forgatásunk idején az utcán nem kellett hordani, beltéren se sok helyen, de a tömegközlekedés járművein és a taxikban igen. Stuttgart eddig furcsa mód elkerülte a figyelmünket, pedig érdekes város sok különlegességgel. Lankás szőlődombok bontják részekre az alig több mint 600 ezres települést, amiből persze rögtön 2,5 millió lakos lesz, ha az agglomerációt is hozzávesszük. A II. Világháború végén a szövetségesek bombázásai eléggé megritkították Stuttgart műemlékeit, helyében nem túl bonyolult megoldású épületek kerültek. Ezeket a város igyekszik érdekessé tenni, például színesre festik némelyiket, vagy mint ennél a múzeumnál hatalmas poszterekkel dobják fel az unalmas falfelületet. A stuttgarti környezet tudatosság egyik legaranyosabb példái ezek a galamb lakások vagy galamb oduk, amikből több is van a városban szerte szét. Ezeket a galamb hoteleket városszerte lehet látni, szakértők és önkéntesek etetéssel szoktatják ide a madarakat, megfelelő tápot adnak nekik, tisztítják a ducokat és műanyag tojásokra cserélik az igaziakat, hogy ne legyen túl szaporulat. Ezekkel is csökkentik a városban a madárpiszkot. This area. Here. You see the park? Ismerkedjenek meg Ulrichal, helyi idegenvezetőnkkel, aki a város bemutatását a mostani pályaudvarnál kezdi, és rögtön egy építkezéssel, aminek a története igen kacifántos. Ezek különleges betonkelyhek, amik leviszik a fényt a föld alatt futó sínekhez. Mert ez az egész átalakítás egy hatalmas, közlekedést modernizáló program része. Európa legnagyobb építkezése jelen pillanatban tényleg óriási. Durva számítások szerint 9 billió euróba kerül. Stuttgart 21-nek nevezték el, mert azt hitték, tavaly elkészül. De hogy nézzük, jó, ha 2025 végére sikerül befejezni. Megvalósítását botrányok tarkították, mert a város tüdejének számító parkvonalból az elején jókora darabot kivágtak. Hónapokon át tartottak a tiltakozások emiatt a városban. Stuttgarti opera, podgyásznézők, Stuttgarti opera. Az épület sok minden miatt érdekes, de abból a szempontból pláne, hogy a II. Világháború után ez volt az egyetlen olyan történelmi jellegű épület, amelyik a legkevésbé szenvedte el a bombázást. A Stuttgarti opera mellett van a sors szökőkútja. Egyik oldalon a boldogság, másik oldalon a szomorúság, és középen az az istennő, aki ezt osztja az embereknek. A szobrot egy korábban itt élt közkedvelt színésznőről mintázták, akit a kikosarazott főnöke ölt meg, majd ezután a férfi magával is végzett. A színésznő temetésén a koporsóját 15 ezer ember kísérte. A stuttgarti Schlossgarten Parknak a tavában van egy nagyon furcsa emlékmű, amiről első ránézésre azt mondhatnánk, hogy nem egy nagy. What's the story of this sculpture? Well, actually this sculpture
Ezt a műalkotást nem egy művész, hanem maga a természet alkotta. Az operaháznak, aminek több mint 100 évig, még a háborúban is sértetlen volt a teteje, tavaly egy hatalmas vihar lekapta onnan a részborítását. Miközben a szél belesodort a tóba, így meggyűrődött. Ebből lett ez a kiállítási tárgy itt a vízben. A parkban áll a Stuttgarti Parlament épülete, ami egy dísztelen üveg és kocka épület. Nem messze tőle az új palota, ami a legnagyobb barokk főúri rezidencia Németországban. A palota tér a város szíve, rengeteg virággal, itt heverésző stuttgartiakkal és sok-sok műemlékkel, például a jókora jubileum oszloppal, meg két méretes és látványos szökőkúttal. You see, this big bases. A 19. században a szökőkutakat innen 100 kilométerre alkották meg, és vonattal hozták ide. Mindent szépen megterveztek, egy dolgot kivéve. Nem mérték meg őket, így mikor a vonat egy olyan hídhoz ért, ami nem bírta volna előket, akkor inkább nagyobbra építették több hetes munkával a hidat. Miközben a vonat és a szökőkutak előtte parkoltak. Aztán a városba érve az ottani királykapun sem fért át a felpakolt szerelvény. Így újabb több hetes munkával a kapu mozgatható elemeit szerelték szét és vitték el, hogy átférjen a vonat alatta. A régi kastélyt 1320-ban építették a reneszánsz udvara későbbi 16. századi. Az itteni virágpiac színpompás standjai között érjük el a város kedvelt piacát, ahol a világ sokféle ételét lehet megkóstolni és megvásárolni. Természetesen van itt magyar stand is. Amit az itteni németek leginkább fogyasztanak itt a nagy magyar standból, az micsoda? Ez lenne talán a kolbász, mindenféleképpen a házi magyar kolbászunk, illetve a disznósajt. De a töpörtyűt is nagyon szeretik. A töpörtyűt azért több országban is ismerik, nem csak Magyarország. Ahogy látjátok, a piacon egy régi sínpár megy keresztül. Rajta annak idején villamosok jártak, amik teherkocsikat húztak. Erre pakolták fel a kereskedők szekereit, miután a piac délben bezárt. Így vitték szét a városban a maradék áruikat eladni. Stuttgart a lépcsők városa is, ami azt jelenti, hogy ezeknek a lépcsősoroknak az eredetie az itteni szőlők miatt épült. Ma körülbelül 400 lépcsősor vezet föl a környékbeli dombokra, hegyekre, a leghosszabb majdnem 500 lépcsőfokos. A lépcsősor végén újabb szökőkút, jó a rálátás innen a város egy részére. Feljár ide a villamos is, de azzal jönni a hegyre nem akkora kihívás. A stuttgartiak körében van egy olyan szokás, hogyha ezen a hosszú lépcsősoron feljönnek, akkor utána jutalmul itt mindenki megeszik egy fagyit. Útban lefelé a hegyről még felmegyünk az itteni zeneművészeti főiskola tetejére, szétnézni egy kicsit innen is. A város legmegosztóbb épülete kívülről elég szimpla, na de belülről.
this is a room where you... Ez a könyvtárunk úgynevezett szívszobája, amit teljesen üres. Ez a magunkba fordulást, az elmélyülést szimbolizálja. Come down. Stuttgart merész kinézetű könyvtárát 2011-ben adták át, és egy neves koreai építész tervezte. A közelében található a Budapest Platz nevű metróállomás, de ami az épületet illeti, az a kezdetekkor kapott hideget, meleget. Volt, aki azt mondta, úgy néz ki, mint egy börtön. Mások szerint ez az ultramodern épület csak a közösségi médiának épült, mert jó képeket lehet róla készíteni. Az itteni építészek se szerették kezdetben, de a megnyitás után rengeteg ember jött el, mindenki látni akarta a különlegességét, valóságos szenzáció lett a turisták körében. 2013-ban megkapta az év könyvtára szakmai díjat. A könyvtárnak rengeteg különlegessége van, az egyik például az, hogy robotizált kiskocsik szállítják helyükre a visszahozott könyveket, CD-ket, DVD-ket. Úgy 500 000 darabból áll a könyvtár kölcsönözhető készlete. A könyvtár legszínesebb pontja a gyerekkönyvek szintje. Itt az egyhangú fehérséget elengedték és hagyták érvényesülni a mesekönyvek tarka-barka borítóit. A turisták csak úgy, mint a könyvtár tagjai az épület tetejére is bármikor kijöhetnek. Csodás innen a panoráma. Azt mondjuk a podgyásszal ennyi városnézés után, hogy a stuttgartiak büszkék a városukra, mert ahol csak lehetett, kilátópontokat hoztak benne létre. Amikor ide készültünk Stuttgartba, utána olvastunk egy kicsit a dolgoknak, és tényleg a szőlők szinte benyúlnak teljesen a városban, mint ahogy itt is lehet látni. A másik dolog pedig az, hogy a lapos tetejű épületek tetejét már befették élő zöld növényzettel, és van egy olyan szabályozás, hogy az újonnan épülő lapos tetejű házaknak csak úgy épülhetnek meg, hogyha azt is befedik zöld felülettel, úgyhogy egyre jobban zöldül ez a város. A nagy sétafikálásban még enni is elfelejtettünk, így este beszabadulunk a hotelünk konyhájába, ahol Dennis séf a csapatával javában pörög, készítik a német specialitásokat. Most kezdődik nálunk az a kb. Két hónapja az évnek, amikor mindenki megőrül a spárgáért. Az éttermektől a háziasszonyokon át a nagymamákig mindenki. Leveseket, köreteket készítenek, hollandi mártással, grillezik, salátába teszik. Mindegy milyen étel, csak spárga legyen benne. Mi németek imádjuk a spárgát. Vannak ételeink, ilyen például a bécsi szelet is, amik úgy jók, ahogy vannak. Így szeretjük mi németek is, meg a hozzánk érkezők is. Nem nagyon kellett hozzájuk nyúlni az évszázadok során, nem kell őket variálni ma sem. Valami apróságban persze lehet, valami is csavart adni a tányérra kerülő ételnek, látványban, kiegészítőkben. Itt most elbúcsúzunk Stuttgarttól a jövő hétig, amikor is folytatjuk a város felfedezését. Többek között egy Matuzsálem piros autóval rójuk majd az utcákat, bemutatjuk a világ első tévétornyát, belekóstolunk egy fergeteges tavaszi sörfesztivál hangulatába, de ellátogatunk egy olyan autómúzeumba is, ami párját ritkítja a világon. Most pillanatokon belül a Dunakanyarban folytatjuk a podgyásszal. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Utazáshoz készítik elő Kismaroson a Királyréti erdei vasutat. Csodálatos tavaszi az idő, ilyenkor aprók és nagyok pattannak kis vonatra, hogy elinduljanak a természetbe.
A sinens sétálás remélem megvan mindenkinek, hogy ki bír hosszabb ideig menni. Hát, én nem. Mindenki kisvasutat az gyerekkorában. Akkor nagyon jó, akkor maga a szabadság, maga mindenfélét csinálhatunk. És ugye alapvetően ezek a kisvasutak, ezek gazdasági vasútnak készültek, és 100 éves időtávlatban alapvetően fát, követ, bányatermékeket hordtak ki. Aztán valamikor az 50-es években, amikor a erdészeti terepjárók, teherautók előkerültek, akkor azt a jellegű funkcióját elvesztették a kisvasutak, viszont találtak egy más, és ez a kiránduló forgalomnak a gyerekeknek a számítása. Rengeteg kisvasút van ma az országban, ezek egy részét most újítják fel. Ez a királyréti forgalmas vonalnak számít, évi 120 ezer utast szállít. Ebben sokat számít az, hogy közel van a fővároshoz. Itt a Dunapartról pikpak beér az ember a Börzsöny közepébe. Azért egy ilyen kisvasútnál döbbenetes súlyokról beszélünk. Maga a vonat és egy kocsinak a súlya majdnem 40 tonna, 38 pontosan. Sejtek, ha ez ilyen könnyedén megy lefelé, akkor nekünk ott még fölfelé tekerni kell. Nagyon kell tekerni. Most kezd combosodni. Hát innentől végig fölfelé tekerünk. A látszatcsal tulajdonképpen élvezzük Jánossal, amit éppen csinálunk. Régi hajtánykocsikat tekerünk egy elhagyott sínpályán, mint a királyréten. Ezeket bárki kipróbálhatja. Eredetileg ezeken a gazdasági vasutakon nem csak a teherszállítás zajlott, hanem a A pontból B-be való eljutás, az ilyen kicsi, pici, olyan vasúti járművekkel történt, amit akár emberi erővel kellett hajtani. Mérnök úr azzal ment végig a pályán, akkor ki akart menni a bányába. Vonat és hajtánykocsizás után terepjárózunk egy különleges kilátópontjára az itteni területnek. Várhegyen vagyunk, amit más néven Gránáthegynek is hívnak. A réges-régi térképeken Granáthegynek. Az, hogy ez egy jó hely, kilátás szempontjából az is tanúsítja, hogy itt tulajdonképpen bronzkori időszakban is volt egy valamiféle őrhely és vár, illetve valamikor az Árpád-kor végén szintén egy földvár volt. Mese szép innen a táj, tiszta időben 100 kilométernél is messzebb ellátni, naná, hogy egykoron ez is Esterházy birtok volt. Az Alacsony Tátrának a legkelettebbi vonulata az extrém száraz hideg időjárásban akár látszódhat is. Ott messze látszódik az a kettős domb, az a karancs, karancsmedves. Hát arrafele, abba az irányba egészen a Kékestetőig látszódik. Ki
Kismaros dűlőin autózunk éppen felfelé az itt élő ciszterci nővérek monostorához. A ciszterci nővérek tulajdonképpen a ciszterci rendnek a női ága. A ciszterci rend pedig egészen 11-12. Században kezdte el az életet. És tulajdonképpen a ciszterciek nem akartak semmi mást, csak jó bencések akartak lenni. Szent Benedek írt egy nagyon-nagyon szép regulát, egy nagyon-nagyon szép életszabályt, ami azt rendezte el, hogy az Istennek szentelt életet egészen egy területen belül, ezért hívják monasztikus szerzeteseknek a ciszterciéket is, bencéseket is, tehát egy területen élnek, ott van az imádságnak a helye, ott van a munkának a helye, a közösségi életnek a helye, ott van a közös megpihenésnek a helye. Kismarosra a nővérek elég kalandos úton jutottak még a múlt század 50-es éveiben. Jelenleg 14-en élnek itt, valamint Érden is van egy kisebb közösségük. Sőt, a világban elég sok helyen tevékenykedik ilyen közösség, Vietnámtól egészen Amerikáig. A kismarosi nővérek kezdetben csak maguknak főztek be és készítettek lekvárokat, szörpöket. Aztán a környékbeli gazdák egyszer megkérték őket, segítenének-e feldolgozni a termet feleslegüket, amit nem tudnak eladni. A többi már a történelem. A kezdetben az udvaron üstökben befőzéstől mára eljutottak eddig a szép új feldolgozó üzemig. Jelenleg itt készülnek a cukros és cukormentes finomságok. Ez a harang egy csuklós busz légrugójából van, és az egyik nővér édesapja készítette. A napunknak a nagy részét azért az imádság tölti ki, ez adja a napunknak a gerincét tulajdonképpen. Tehát nem egy lekvár üzem vagyunk, nem egy gyümölcsfeldolgozó üzem vagyunk, hanem elsősorban szerzetesek vagyunk, akiknek tényleg az imádság az élete, és az imádságunk által szeretnénk a legjobbat adni az embereknek, a legtöbbet adni. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Innen a kismarosi Dunapartról búcsúzunk ma, és ha már lekvárt kóstoltunk, akkor stílusosan úgy, hogy ennyi mindent sikerült a mai podgyászba belepasszírozni. YouTube, Instagram, Facebook oldalunk is van, és ha már visszanézik ott a régi adásainkat, kövessenek, lájkoljanak minket, hogy tudjuk, hogy mekkora nagy túrázó közönséggel is állunk kapcsolatba, mi pedig jövünk a jövő héten, hozzuk az újabb élményeket, addig is szép hétvégét, viszlát mindenkinek!